Mindenkinek, ez itt újra a PC Games, és én Robi vagyok. Ez egy helyzet jelentő videó, bejelentő videó, melyben el szeretném mondani, hogy mostanában hogy nincsenek fölrakva új videók. És ahogy láthatjátok, a fal színe is változott. Akkor, amit itt fogok kezembe, ez egy második mikrofon, amit most bedugtam a telefonomba. Ugyanis most a telefonommal kamerázok. Ez is egy teszt, közben tesztelem itt a dolgokat. A másik mikrofon most itt van ugyebár, amiről most leszettem ezt a popfiltert és átraktam erre a mikrofonra. Tibi Games-től vette meg ezt a mikrofont, mert neki már nincs rá szüksége. Na, kérem szépen, azt szeretném elmondani, hogy mostanában, hogyha így nem raktam fel új videót, már megvannak a terveim, lesznek új videók, meg nyugodjatok meg. Lesznek új videók természetesen. Már egy nézőmnek is megígértem, hogy intro készítésről tutoriál videót fogok készíteni, többféle program lesz benne, amiket be fogok mutatni, lehetőségeket, hogyan kell intrót készíteni. Meg a másik, hogy indítok majd lassan egy sorozatot. De ez maradjon titok, hogy milyen sorozatot indítok. Azt meglátjátok a címekbe, amiket felrakok videókat, sorozatokat. Lehet, hogy élőadásban fogom készíteni, lehet, hogy valamelyiket úgy fogom szerkeszteni, stb. A másik dolog, hogy azért nem raktam fel mostanában új videót, mert nem volt időm készíteni, ugyanis dolgozó ember lettem, és most már nekem is van a munkahelyem, és ezerrel dolgozom. Valamint itthon is sokat dolgozom. Olyan szinten, hogy biciklikkel szerelek, tehát nemrég építettem megint egy biciklit. Most erről mutatok egy-két fotót, most. Ez egy 27x1¼-es versenykerékpár, ezt teljesen felújítottam, ahogyan láthattátok a képekből is. Egy vázból indult, aztán lett belőle egy egész bicikli. Lesznek még videók, természetesen a telefonról is akarok egy teszt videót készíteni, csak még kell még egy-két hét, amíg eljutok oda, ahová szeretnék, ahová be kell mennem majd bizonyos dolgokat elintézni, amik miatt még nem raktam föl. Már megvan mindenféle teszt, tehát kamerateszt, tulajdonságai, mi minden van rajta, miből áll a telefon, stb. Már ezek össze vannak szedve, de még kell bele egy SIM-kártya, amivel fogom tesztelni a következő dolgokat, hívás, üzenetírás, stb. Szóval az a lényeg, hogy lesz egy teszt videó is, valamint szoba bemutató videó is lesz. Most csak ennyit láthattok, amennyit így lehetett látni, amíg így forgolódottam, de természetesen szoba bemutató videót is szeretnék készíteni, valamint ez nem csak egy helyzetjelentő videó, hanem szeretném megköszönni a 127 feliratkozónak, hogy feliratkozott. Nagyon köszönöm szépen. Remélem többen is jöttök majd, és remélem tetszenek is a videók. Ha valamelyik videóval bármi baj van, nyugodtan írjatok alá, akár milyen kommentet, hogy amit szeretnétek, ami azt gondoljátok, hogy javítson ki a videóban, vagy akármi. Élőadás, azt nem biztos, hogy ki tudok javítani, mert az egyértelműen, hogy élőadás. Akkor múltkor volt 135 feliratkozó, nem tudom, hogy mi történt, de semmi baj, csak úgy mondom, hogy voltak többen is. Igen. Gondoltam, felveszem videóba, hogy azért mégis csak lássátok, hogy nem nézlek le titeket, csak kell idő, amíg feltöltök új videókat, csinálok új videókat, mert ez van. Dolgozom, és máshogy jut idő. De megoldom, nem kell megijedni, főleg most van egy kis internet problémám, amit majd kedden fognak kijavítani, és azért sincs most videók. Most éppen szerencsém van, most például jól megy az internet, de valamelyik nap, mert most nem fúj a szél, például nem mozgatja a kábeleket, és most jól megy az internet, de általában olyan nagyon be van lassulva, nagyon lassú az internet, az volt
gond. Na mindegy, ha ezt fel tudom tölteni, remélhetőleg, és nem lesz lassú, akkor látni fogjátok ezt a videót egyértelmű. Szóval, bármi kérdésetek van, kommentben jelezzétek, vagy Facebook oldalamon, ugyanis Facebook oldalam is van, de eddig csak 4 ember lájkolta, nem probléma, csak úgy jelzem, hogy van Facebook oldalam. Hogyan álljak? Például így. Akkor, hát nagyjából ennyi lenne ez a videó. Ez a mikrofon szerintem tökéletesen jó. Úgy, ahogyan, amit ugyanolyan, mint a másik, amit eddig is használtam. De ezt a telefonhoz fogom inkább használni. Az is meg lehet, hogy bekötöm második mikrofonnak a gépbe, és akkor nem csak bal oldalt, hanem sztereóban lehet majd hallani. Ezt majd meglátom, hogy hogyan csináljam, hogyan oldjam meg. Szerintem ennyi lenne ez a videó. 6 per 23. Ja, jó. 6 perce beszélek. Ja, jó van. Olyan furcsáltam, hogy 6 per 30-at ír már. Nem az, hogy 6.2.30. Tök mindegy, az a lényeg, hogy vesz. Ez 720p-s, tehát 1280x720-as felvételt csinál az első kamerája, ami azért nem rossz, úgyhogy szerintem meg fog felelni a nézőknek, vagy azaz nektek. Az hátsó kamerája 1080p-s, úgyhogy az jobb, de az első kamerával veszem, hogyha már van első kamera egyértelmű. Nem rossz a mikrofon minősége a telefonnak, de most direkt mikrofont használok a telefonhoz, hogy bárhová teszem, akkor is lehet hallani teljes mértékben. Akár közel vagyok, akkor is ugyanolyan a hang. Na, hát ennyi a helyzetről. Mondom, lesz a bemutató is minden, ne aggódjatok. Hét folyamán még szerintem a szobamutatóval kezdem, és úgy folytatom. Yeah. Szóval ez volt a helyzetjelentés videó, és hát mit mondjak, más nincs. Ha minden igaz, mindent elmondtam, bicikliket szerelek. Ja, úgyhogy, hellóztok!